Áldás, békesség, jó reggelt és nagyon szép napot kívánok mindannyiótoknak. Ez itt a Calvin Rádió a szeretet hullámhosszán 2023. május 19-én pénteken. Ma az Ivók és a Milánok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket. Márk evangéliuma 16. fejezetéből olvasom a 17-től a 20. versig terjedő ige szakaszt. Jézus mondja, azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Ámen. Kedves barátaim, a kereszténység elmúlt 2000 évében olyan sokan kívánták már azokat a jeleket, amelyeket Jézus megígért a benne hívőknek. Arról is van írásos bibliai emlékünk, hogy voltak, akik fizetni is hajlandók lettek volna, csak hogy elnyerjék, birtokolják ezeket a különleges képességeket. Sokan úgy gondolták, hogy ezek a Jézusi jelek arra valók, hogy az Úr tanítványai elbűvöljék a többieket, és ennél fogva a megtérőket az ige hirdetői ne Jézushoz, hanem érzelmileg magukhoz kössék. Arról is van immár legújabbkori tapasztalatunk, hogy Isten gyermekei e jeleket saját hitelességük, szellemi fölényük bizonyítására használták. Azt mondták, hogy aki nem tud nyelveken szólni, az nem is igazán megtért ember. Jézus szavai szó szerinti pontossággal megszívlelendők. Azokat, akik hisznek, ilyen és ilyen jelek követik. Kedves barátaim, érdemes újra és újra lesöpörni a port a hitről, mert sokan összekeverik a hiszékenységgel. A hit egy olyan szék, amelyik három lábon áll, de azt nagyon biztosan teszi. A hit az Isten igéjének alapos ismerete. Ez az első. Aztán a Biblia Istenében való tökéletes bizalom. Ez a második, és neki való teljes engedelmesség, ez a harmadik. Aki ezzel a három tartozékával együtt építi a hitet önmagában, annak az életét és szolgálatát az Úr biztos, hogy megerősíti ezekkel a jelekkel. Vagyis ördögöket űznek, tehát hatalmat kapnak, hogy Jézus nevének erejével felismerjék és legyőzzék a sátán erőit önmagukban, vagy akár másoknak is segítségül legyenek küzdelmeikben. Új nyelveken szólnak, vagyis a szeretetnek egy olyan szép és kívánatos nyelvén szólalnak meg a durvaság és a csúnya, igénytelen beszéd helyett, hogy az édesanyjuk se ismer rájuk. Kígyókat vesznek a kezükbe, vagy halálosat isznak, mondja Jézus. Tehát olyan veszélyes helyzetekből menti meg őket az Úr, amiket nem ők idéztek elő, de elkerülhetetlenül beleestek. És amikre azt szoktuk mondani, hogy csak egy hajszál híja volt, de megúsztuk. Ez a hajszál, ez a kegyelem. És ez a drága isteni védelem. És végezetül betegekre teszik rá kezüket,
és meggyógyulnak, zárja Jézus a jelek felsorolását. Mondd, kedves kis barátom, mikor érintetted vagy ölelted meg utoljára azt, akit szeretsz? Az érintés ma is gyógyít. Mennyien vannak, akik úgy élik végig az életüket, hogy közben alig-alig kaptak szeretetteljes érintést. Lehet, hogy a te érintésed is gyógyít. Csak legyen bátorságot kipróbálni. Legvégül pedig Isten iránti hálával hirdetem, hogy a mai nappal végére értünk Márk evangéliumának. Az Úr kegyelméből a tanév elejétől kezdve reggelente végig gondoltuk a teljes evangélium minden versét. Én szívből köszönöm nektek, hogy ezen az úton együtt mehettünk végig. A jövő héten már a közelgő pünköst felé fordítjuk a tekintetünket. Nagyon szép napot kívánok nektek! Örüljünk együtt a napsütésnek! Miután az áldás esője végre napokon át öntözte a szomjúföldeket, most az Isten szeretetének napsugarai melegítsék át a szívünket. Legyen szép napotok, áldott hétvégétek, áldás, békesség!